Délelőtti istentiszteletünk megkezdésére énekelni fogjuk énekeskönyvünk 58-as számú énekét. Mennyei jó atyánk, hálával állunk meg előtted ezen szentszombatnap délelőtti óráiban. Megköszönjük te neked gondviselésedet, áldásaidat, amelyel körülvettél egész héten keresztül bennünket. Köszönjük azt, hogy itt lehetünk, és téged imádhatunk. Kérünk, hogy légy jelen közöttünk. Te áld meg az ige szólót, adjad, hogy olyan igéket szóljon számunkra, amelyek a mi üdvösségünket szolgálják. Te légy mindazokkal, akik nem tudtak megjelenni különböző okok miatt. Légy a betegekkel, a nehézségben levőkkel, a te szombatnapi áldásoddal látogass meg őket is, és te védj el minden zavaró körülményt, és adjad, hogy minden a te nagy dicsőségedre történik. Mindezeket a Jézus nevében kértük, hogy hallgassál meg most és mindörökké. Amen.
Az Adventista Világrádió egyedüli cél szolgál a világ missziói font vonalán. A rádió hullámhosszán az evangélium eljut olyan területekre, ahova egyházi szolgálattevők csak nehézen áran juthatnának el. Az Adventista rádióadások révén Észak-Afrikától Szudánig, Bangladestől Kínáig hallhatnak az emberek életükben először Isten szeretetéről, és erről megváltozott életük tesz bizonságot. Egy utópiai hívő írta: véletlenül találtam rá az önök rádióadására. Miután az utóbbi két évben rendszeresen hallgattam a műsorokat, járni kezdtem a gyülekezetbe. Az életem fokozatosan megváltozott. El szeretném mondani, hogy nagyon sokan hallgatják a műsoraikat. Isten áldja meg önöket. Az Adventista Világrádió adásai több mint 100 nyelven hallhatóak rövid hullámon, helyi rádióadók frekvenciáin, az interneten és a közösségi oldalokon. A rádióadások átjutnak ellenséges kormányok és kultúrák válaszfalain, és reménységet visznek az emberek szívébe és otthonaiba. De még mindig emberek milliói vannak, akik nem hallhatják saját nyelvükön az üdvösség üzenetét. Adományait segítségével az Adventista Világrádió eljuthat újabb, eddig még nem érintett területekre is. Meghívunk. Légy csapatunk tagja ebben a létfontosságú szolgálatban. Ima. Úrunk, köszönjük, hogy így csodálatosan elérhetjük az embereket. Adományaink által áld meg az Adventista Világrádió munkáját. Amen. A mai gyűjtés az Adventista Világrádiót támogatja. Kérjük a diakonusokat, gyűjtsék be az adományokat és a tizedet. Imádkozunk! Mi atyánk, ki lakozol a dicsőséges mennyekben, szenteltessék meg a te szent és dicső neved.
Hálára nyílik ajkunk ezen szombat napért is, hogy ilyen szép számban összetudtunk gyűlni a te szent neved dicsőítésére és magasztalására. Arra kérünk, áld meg a te népedet, áld meg a fiatalokat, az időseket, áld meg a betegeket, áld meg szerte szél a te népedet. Most arra kérünk, áld meg ezen tízedet, adományokat, amelyet elhozták a te néped. Ott, hogy bölcsen legyenek felhasználva, hogy a te műved előre tudjon haladni, és minél több lélek megismerjenek tégedet. Arra kérünk, áld meg az otthon maradt részt is. Ott, hogy bölcsen felhasználva, és mindig gondoljunk a szegényekre. Továbbá a mi kérésünk az, hogy áld meg a szószólót, aki hozzánk fogja küldeni üzenetet. Nekünk adj értelmes bölcs szívet, hogy meg tudjuk érteni, és a mindennapi életünkben az gyakorlatba is tudjuk tenni. Készülődve, várva tégedet, és jöjjön el minél hamarabb a te dicső országod. Amen. Az Úr Jézus nevében szeretettel, tisztelettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, kedves vendégeinket körünkben, nagyon örvendünk, hogy vendégek is vannak velünk. Köszönjük a fiataloknak a szolgálatot, nagyon erős szolgálat ezen a reggelen. Palotás családot is köszöntjük, örülünk, hogy itt vagytok most már teljes létszámban. Áldott legyen a jó Isten ezért. És végül, de nem utolsó sorban szeretném elmondani a gyülekezetnek azt, hogy miközben egyesek számára öröm az, hogy első alkalmakkor vannak esetleg itt, vagy első, vagy különleges alkalmakkor, mások számára más szempontból különleges ez a mai alkalom, és
Kostya Artúra gondolok most. Artúr, örülök, hogy itt látlak a fiatalok között. Jó lenne, ha a következő szombaton is így lenne, de úgy néz ki, hogy az élet menete most az lesz, hogy nem. Ugyanis, ahogy nemrég elmondtam a gyülekezetnek, miután Artúrnak a védése volt, doktori védése, hogy Artúr Amerikába készül egy néhány évre szerencsét próbálni. És Artúr, mi sajnáljuk, hogy elmész, szeretnénk, ha maradnál, de most nem ennek a helye, hanem annak inkább, hogy elmondjuk azt, hogy hálások vagyunk a Jóistennek, hogy velünk voltál, és szeretnénk, hogy az Úr végig kísérne téged ezen az úton. Egy ige verset szeretnék olvasni. Megkérlek, hogy állj fel, lássanak a testvérek még egyszer. És reméljük, hogy ez az ige vers sokszor eszedbe jut, és sokszor erőt meríthetsz ebből. Vessed az Úrra a te terhedet, vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz. Artúr, ha Jóisten kísérjen el téged az utadban, és majd, ha hazatérsz, akkor úgy, ahogy Jákob hazatért egy néhány év múlva, szeretnénk azt, hogy sokkal több áldással térjél haza. Sokkal több áldással. És az úton végig vedd észre a Jóistennek a vezetését, és ott, ahol leszel, valóságos áldás legyél az emberiségre nézve. Valóságos áldás. És hiszük, hogy ezt az Isten meg tudja cselekedni. Isten legyen veled is, vezessen az élet útadon. A fiatalok részéről egy ajándékot szeretnénk átadni neked. És meghívom a gyülekezetet, hogy gyertek, hogy egy imával erősítsük ezt az útat, ezt az alkalmat. Mindenható jó Istenünk, köszönjük, hogy újból te hozzád fordulhatunk. Köszönjük azt, hogy Artúrnak az életében te jelen voltál, megsegítetted az ő munkájában, az ő jellemének fejlődésében. És hiszük, jó Istenünk, hogy most egy kaput akarsz nyitni, ahogy belépezen, még nagyobb áldás lehessen az emberiség számára. Segíts meg mindenható jó Istenünk az úton, őrizd meg gonosz emberek szándékaitól, vezéreld az örökkévalóságnak az útján, és segítsd, hogy másokat is ezen az úton vezethessen, és megdicsőjön a te neved tovább is az ő életében. Köszönjük mindenható jó Istenünk, hogy meghallgatsz kegyelmed által. Kegyelmedre bízzuk őt. Amen. Thank you.
Amen, Jézus legyen a te vezéred. Arra is, vissza is várunk haza. Mi úgy szeretnénk, hogy a fiatalok ne menjenek el, de most valahogy az élete kicsit úgy néz ki, hogy változó. Hát egyszer majd mindenki haza fog jönni. Az volna az igazi, hogy mindenki hazajöjjön, és ez az ország legyen az, ahol a legjobb dolgok történnek, és mindenki itthon találja meg a boldogulását. Nem nagyon hiszitek, hogy ez meg lesz, ugye? Hát akkor a másik országban. Minél hamarabb. Kedves gyülekezet, szeretnélek most megszólítani az elmúlt eseménnyel kapcsolatosan, az evangélizálással kapcsolatosan röviden. És egy néhány gondolatot szeretnék kifejezni, egy néhány érzést. Először is értékelem azt, hogy sokan, hogy elég sokan a gyülekezetből itt voltunk alkalmanként. Azt, hogy a vendégekért is tettünk, hogy itt legyenek, egyesek egészen példásan a Jóisten kegyelméből. És köszönöm a szolgálatokat a fiataloknak, a nagykórusnak, a zenekarnak. És a mai alkalommal azt szeretném elmondani, hogy a java még hátra van. Még mielőtt valaki úgy érezni, hogy na most megvethetjük a hátunkat, hiszen egy evangelizációs hét után vagyunk, és most már kifújhatjuk magunkat, akkor pontosan az ellenkezőjét szeretném mondani, és pedig azt, hogy ezzel elkezdtük. És segítsen a mindenható Jóisten, hogy így hangolódjunk rá, így álljunk hozzá, hogy azt mondjuk, hogy az elmúlt héten valóban, azt megelőző héten, valóban egy evangelizációs alkalom volt, az Úr adott üzenetet valamennyünk számára, de ne kérkedjen úgy, aki fegyverbe öltözik, mint aki már leteszi a fegyvert. Igazából hadd legyen ez inkább egy alkalom, amikor megpróbáltunk valamit elkezdeni, és egyre inkább azért imádkozzunk, azon törekedjünk, hogy tovább és tovább, és a minden egyes napon tovább az evangéliumért, az Isten evangéliumáért. És örülne a menny, hogyha a szívünkben azt hallaná, hogy amen, valamennyien így akarjuk, hogy nem lezártuk, hanem alig kezdtük el, és tovább szeretnénk ezt vinni minden nap, minden emberhez. Meg vagyok győződve, hogy ez a jó Istennek az akarata. És meg vagyok győződve, hogy sokan így gondolkozunk erről a gyülekezetből. És meg vagyok győződve, hogy a mindenható Isten sokkal, sokkal és sokkal többet tud tenni és tehet, ha mi ezt szeretnénk. Amen. Amen. Így legyen. Isten igéjét e gondolatok kapcsán olvasom. Máté evangéliuma 28. fejezet, 16. versétől. Máté evangéliuma 28. fejezet 16. versétől. A 11 tanítvány pedig elmének Galileába, a hegyre, ahova Jézus rendelte vala őket. És mikor meglátták őt, leborulának előtte, némelyek pedig kételkedének. És hozzájuk menvén Jézus szólanékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És imént ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen.
Hol írja le Máté evangélista Jézus mennybe menetelét? Leírja egyáltalán Máté evangélista Jézus mennybe menetelét? Nem. Máté és János nem írják le Jézus mennybe menetelét, ellenben Márk és Lukács igen. Miért nem írja le Máté azt, hogy Jézus a mennybe ment? Szándékosan az evangélista ebben a hangulatban zárja le az evangéliumot. Nyilván ihletés alatt. Miért? Emlékszünk, Máté evangéliumának a nyitánya az, hogy ünnepélyes körülmények között elmondja az angyal azt, hogy és az ő nevét hívják Immánuelnek, ami azt jelenti, velünk az Isten. Az az Isten, aki a... aki nem hagyta az embert magára, amikor az ember kijött az Édenből. Aki sátrat épített azért, hogy az emberrel lakozzon. Aki Jézus Krisztusban elrejtette magát azért, hogy látható legyen mégis számunkra. Elrejtette, hogy látható legyen. Aki a Szentlélek által ígéretet tett, hogy velünk van. Ő jelentkezik be a Máté evangélium elején, és azt mondja, hogy velünk az Isten. Velünk van. És a Máté evangélium a végén ezzel a gondolattal köszön el, hogy íme én ti veletek vagyok minden napon. Meddig? A világ végezetéig. És sehol nem írja azt, hogy Jézus elment. Itt, Mátéban. És mi a szándék ezzel? Azt akarja kifejezni, hogy velünk van. És úgy küldi el a tanítványokat, hogy azt mondja, hogy veletek vagyok minden napon, mintha el sem ment volna Jézus. Tehát itt az mutatkozik be, aki eljött, de mintha el sem ment volna, mintha velünk volna. Szeretnélek kérdezni, kell ennél nekünk nagyobb biztosítás, mint hogy velünk az Isten? A mai napra több szükséges-e számunkra, mint hogy azt tudjuk, hogy velünk az Isten. Hogy velünk van. Hogy mellettünk van. Hogy mellettünk van, ahogy hallgattuk a záróimádságban a szombatiskolán, hogy a jóban is, és a rosszban is. A velünk van az Isten. És ma is, amikor eljöttünk, így éljük ezt az életet, hogy tudjuk, hogy velünk van. Tehát így fejezi be az evangélista, hogy tudja az ember, hogy Isten velünk van. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ez az evangélium záradékának a titka, hogy egy olyan Jézus volt itt közöttünk, aki tovább is velünk maradt. Nyilván mi már tudjuk, hogy ő fizikailag elment a mennybe, de Szent Lelke által ma még közelebb lehet hozzánk, mint ahogy volt, amikor a Földön volt, a menny és a Föld érintkezik, és tudhatjuk, hogy velünk az Isten, nem vagyunk árvák. Nem hagylak titeket árvákul, eljövök hozzátok. Térjünk rá a 16. versre. A 11 tanítvány pedig elmének Galileába, a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Földrajzilag be tudjuk így azonosítani Galilea és Judea. Tehát fent van Galilea, a kis palesztinai részen, a pogányok Galileája, mindenféle ember lakik ott, rengeteg a pogány, az ilyen, hát ilyen hitehagyó félben lévő zsidók, de a lelkükben szomjas emberek, akik elégedetlenek magukkal, akik vágynak valami többre és jobbra, sötétségben vannak, és lent délen, Jeruzsálemben vannak az önteltek, a farizeusok, akik mindenkit lenéznek, és Jézus lent született Jeruzsálem környékén, Betlehemben, aztán felmegy Galileába, ott éli le az életét, az egyiptomi tartózkodását leszámítva, és utána Jézus eljön meghalni Jeruzsálembe. És felküldi a tanítványokat, és azt mondja, hogy menjetek fel Galileába. Miért mondja Jézus, hogy menjenek Galileába?
Hol jelent meg Jézus először a tanítványoknak? Galileában? Most gondolok a 11-re. Nem. Tehát előbb megjelenik ugye Máriának a sírnál, és utána be vannak zárkózva még a feltámadás napján, a tanítványok Jeruzsálemben vannak még az ünnepből fakadóan, és Jézus megjelenik az ajtón keresztül, és belép, és azt mondja, hogy békesség néktek. És utána megjelenik egy hétre rá újból, ugye? És Jézus most elküldi őket Galileába. Egészen fel valahova. Miért? Azt olvassuk a Korintusi első levél 15. fejezetének a 7. versében, hogy Pál apostol, miután részletesen utána járt, hogy kiknek jelent meg Jézus, azt mondja, hogy és egy alkalommal megjelent több mint hány embernek? Több mint 500 embernek. Tehát megjelent Máriának, aztán Péternek, a 11-nek, több mint 500 embernek, utána megjelenik Jakabnak is, ez a Jézus testvére, és utána megjelenik nekem, mint egy idétlennek mondja, de őneki Pálnak már más formában jön el Jézus. Köszönöm szépen a technikusoknak, tehát fent láthatjuk, hogy van Galilea, és lent Judea, Jeruzsálem központjával. Hát ez gyalogszerbe azért nem volt egy könnyű út, nem volt vonat, semmi, és mennek fel Galileába. Ott onnan távozik Jézus Galileából? Onnan megy a mennybe? Nem, hanem Jeruzsálem mellől, az Olajfák hegyéről. Azt is tudjuk, hogy nem is a jeruzsálemi oldalon, hanem inkább a betesdai oldalon, a betániai oldalon, tehát hegytetőről, mintha arra tekintene a másik völgybe. Akkor miért megy Jézus Galileába tanítványokkal találkozni? Az, hogy Jeruzsálemben összegyűjjön 500 ember, az lehetetlen volt akkor feltűnés nélkül. Az lehetetlen volt, hogy Jeruzsálem környékén összegyűjjön 500 ember. Képzeljünk el mondjuk egy... Hát most egy kicsit fordítva kell... Fordítva jön a példa segítségünkre, de képzeljünk el mondjuk, hogy egy bizonyos faluba, ahol mindenki ismeri egymást, ez Jeruzsálem, ez a nagyobbik falu, ezért mondom, hogy a példa egy kicsit fordított, de hogy sokkal jobban ismerik egymást, sokkal homogénebbek, összegyűl 500 ember, azonnal észreveszik, nem? Ugyanezt Galileában meg lehetett tenni. Galileában meg lehetett tenni, mert ott senki nem ismert senkit, nagyon színes volt a tömeg. És White Helene ezt úgy jegyzi fel, hogy ez az alkalom tulajdonképpen Galileában ezt a célt szolgálja, hogy mindannyian összegyűlhessenek. Itt Máté evangéliumában nem jelenik meg, viszont amint említettem a korintusi levélben, igen, az, hogy összegyűlt 500 ember. Összegyűlt 500 ember, és nyilvánvalóan ezt a célt szolgálhatta, hogy ott gyűjjön össze 500 ember. Miért fontos nekünk azt tudni, hogy ennyien összegyűlnek? Egyrészt azért, mert 500-an látták a Jézus feltámadását egyszerre. Tehát egy olyan bizonyíték, amelynek 500 tanúja van, az nyilvánvaló. Oda rendelte őket Jézus. És mit tesz ott Jézus, mikor oda rendeli őket? Még mielőtt erre rátérnénk, figyeljük meg a 17. verset. És mikor meglátták őt, leborulának előtte, némelyek pedig kételkedének. Kik kételkedtek Jézus feltámadásában? Ki kételkedett? Ki? Tehát kiről tudjuk név szerint? Tamás. Hitetlen Tamás. Mikor nem látta? Mikor látta, még kételkedett? Nem, hanem azt mondta, én Uram és én Istenem. Kikre mondja itt, hogy kételkedtek? Ez is arra val, hogy összevetjük a többi evangéliummal, hogy nem a 11-ről beszél, mert a 11 már látta Jézust a feltámadásának napján. Tehát nem ők lehetnek, más valakik is ott vannak a 11-jel. Még egy bizonyíték arra, hogy itt nem csak ők vannak. Még egy valószínűbb bizonyíték, vagy még egy
valószínűsítés arra, hogy igen, ez az, amiről beszél Pál apostol, amikor összegyűlt a tömeg. Kételkednek. Kik kételkednek? Akik látják őt. Jézus azt mondja, boldogok, akik nem láttak és hisznek. Boldog vagy, mert láttál és hiszel. És van olyan, hogy valaki látja és mégsem hisz. Most képzeljük el ezt az alkalmat, hogy egybegyűlnek a Jézus tanítványai szélesebb körben. És látják, hogy feltámad Jézus, egyesek hisznek, és mások kételkednek. Tehát nem csak Tamás kételkedett, sokan mások is kételkedtek a Jézus feltámadásában, vagy többen, de azok, akik látták. Ha látnád majd itt Jézust, kételkednél? Hát én mondjuk kételkedném, mert tudnám, hogy nem ő az. Mert az írás azt mondta, hogy Jézussal a felhőkön fogunk találkozni, és majd csak miután 1000 év után visszatér, akkor teszi a lábát a földre. És előtte megjelenik az Antikrisztus, aki Krisztusnak mutogatja be magát, a földön jár, azt mondják, hogy itt a Krisztus, ott a Krisztus, ne menjetek, mert nem ő, mert aki a földre teszi a lábát, az nem a Krisztus. Krisztussal a levegőben fogunk majd találkozni. De ha akkor ott lettem volna, kételkedtem volna, kételkedtél volna? Azt mondja Jézus egy adott pillanatban. Mikor kér valaki bizonyítékot, a szegény Lázár és a gazdag történetében. A gazdag a példa szerint a pokolba jut, és kéri, hogy küldjön el Ábrahám valakit, vagy akár a szegény Lázárt, küldje el a testvéreihez, hogy ők ne jussanak ide, és figyelmeztesse őket. Emlékszünk ugye a példára? És Jézus mit válaszol? Ha valaki nem hisz Mózesnek, annak se hisz, hogyha valaki a halottak közül feltámad, és képzeljük bele magunkat, mekkora tud lenni az emberi hitetlenség, hogy ott van Jézus előttük, és hitetlenkednek. És hitetlenkednek. És ez mit üzen? Ez azt üzeni, hogy az ember csak a szívével lát igazán, ugye, ahogy a kis hercegírója mondja. Tehát az ember csak a szívével lát igazán. Ha egy ember nem hisz, akkor se hisz, hogyha valami előtte van. Talán ismerős az a kis történet, amikor elmegy az idős bácsi az állatkertbe is, meglátja a zsiráfot, és azt mondja, hogy már pedig ilyen állat nincsen. Na miért mondta? Hát azért mondta, mert nem hitte is. Ha nem hisz, akkor a szemének se hisz. Innen van ez a szólás, ugye, hogy nem hiszek a szememnek. Hát tényleg az ember nem hisz a szemének. Tehát ha szívével kell higgyen az ember. És ha a szívünkkel hiszünk, akkor sokkal inkább ott vagyunk azok között a Galileai hegyoldalon ma, akik látják a Jézus feltámadását. Értjük? Tehát nem az a döntő, hogy ott voltunk, mert azok is kételkedtek. Hanem ha hiszünk az írásoknak, akkor sokkal inkább ott vagyunk, mint azok, akik látták. És Jézus hozzájuk ment, és azt mondta, hogy nékem adatott minden hatalom nékem adatott. Volt Jézusnak hatalma korábban? Látták a tanítványok, hogy Jézusnak hatalma van? Látták, hogy hatalma van a halottakon, feltámasztja őket a betegeken, a tengerhabjain. Jézusnak hatalma van, ezt látták. Láttad te is az életedben, hogy Jézusnak hatalma van? Megtapasztaltad? Hogy Jézusnak hatalma van. Többre is hatalma volna Jézusnak, mint amennyit mostanig megtapasztaltál? Jézus hatalmat kapott Istentől, ameddig a földön volt. Az atyától kapta az erőt, és azáltal teszi meg. De a zsidókhoz írott levél elején azt olvassuk, újból vissza a kimeríthetetlen zsidókhoz írott levélhez, ugye? Hogy az Atya Jézust tette mindennek örökösévé. Első fejezet, második vers.
Tehát tette az Atya Jézust mindennek örökösévé. Mindent megörökölt Jézus. Miért kell, hogy Jézus megörököljön mindent? Hát nem Isten, de igen. Az Isten mondja róla, az Atya mondja róla, hogy Isten ő. De Jézus letett mindent az Atya kezébe, emberként Jézus megüresíti magát, most emberként visszanyer minden hatalmat, nem csak azt, amivel rendelkezett, ameddig a földön tevékenykedett, hanem azt mondja, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Minden hatalom Jézusnak adatot. És miért hivatkozik Jézus erre a hatalomra, hivalkodik vele? Nem. Hanem mit tesz ezzel a hatalommal? Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, minden a kezemben van, bármi megtörténhet, és itt utána jön a küldetés. Elmenvén széles e világra. Miért mondja Jézus, hogy néki adatot minden hatalom? Azért, hogy amikor elküldi a tanítványokat, tudják a tanítványok azt, hogy hatalommal mennek el. Nem a saját hatalmukkal, a Jézus hatalmával. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek szélese világra, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Kinek szól ez a küldetés? Azt már letisztáztuk, hogy itt nem csak a már Jézust látó 11 tanítvány volt. Voltak mások is kételkedők, nekik is szólott. Még kinek szól ez a küldetés? A lélek azt mondja, jövel. A mennyasszony azt mondja, jövel. És aki hallja, ezt mondja, hogy jövel. És jöjjön el. Tehát mindenki, aki hallja az Isten országának az üzenetét, kapja ezt a megbízatást, hogy mondja, hogy jövel. Hallottad az Isten országának az üzenetét, megszólított téged szeretetével, megbocsátó kegyelmével, felkarolt, és azt mondja, hogy jövel. És melyik az első küldetés? Az, hogy mondjad, hogy jövel. Amikor egy ember odaadja Istennek az életét, attól a pillanattól kezdve világra szóló küldetés kap, hogy menjen el az emberekhez, és szóljon nekik, hogy jöjjenek. Ezt a hivatást hamarabb kapja az ember, mint bármelyik gyülekezeti szolgálatot vagy tisztséget. Még mielőtt bármilyen szolgálatot kapnánk ebben a gyülekezetben, Istentől az evangéliumi küldetésben valamennyien kapjuk minden egyes ember ezt a hivatást, hogy menj az emberekhez és szólj, hogy jövel. Hiszed, hogy ezt te is kaptad? Teszed ezt? Jézus azt mondja, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Egy keresztelendők is vannak most a teremben. Jó, hogyha tudja ezt, hogy akkor, amikor vállalja a hivatást Jézus részéről, azzal együtt vállalja a küldetést. Hogy elküld abszolút minden emberhez, akivel kapcsolatba kerülhetsz, elküld, és azt mondja, hogy menjél el, és mondd másnak is azt, hogy jöjjön. Ez a jézusi küldetés. Elmenvén széles a világra. Gondoljunk bele, hát mondjuk vegyük úgy, hogy 500 ember, és javasolom, hogy így gondolkozunk, mert akkor magunkat is megtaláljuk benne könnyebben. Menjen el erre a világra. Mivel? Autóval? Nincs. Vonattal? Nem volt. Telefonáljon? Szeretsen országba? Nem volt telefon. Pénzzel? Pénzük se volt. Interneten keresztül? Hirdessék az evangéliumot? Az se volt. Médián keresztül? Az se volt. Tehát gondoljunk bele ebbe a helyzetbe, hogy Jézus azt mondja ott egy gyülekezetnek,
hogy most a feladatotok a következő. Elmentek az egész világra, a Föld végső határáig, és minden teremtménynek hirdetitek az evangéliumot. Emberileg volt erre valami esély? Telefon, média, felsorolt eszközök közé egyik sincs. Most, hogyha azt mondanák mondjuk a gyülekezetnek, hogy egy terméket népszerűsítsünk, de világszinten. Világszinten. De nem használhatunk autót, nem használhatunk vonatot, nincs internet, nincs telefon, nincs média, nincs pénz se hozzá. Menjél el erre a világra is, népszerűsítsd ezt a terméket. Logikusnak hangzik ez a küldetés? És Jézus azt mondja, nékem adatot minden hatalom. Menjen és földön. Tehát, hogyha erre a küldetésre gondolunk, hogy milyen nagyméretű, akkor tudnunk kell azt, hogy Jézus ígéri, hogy minden hatalom nekem adatot. És a sikerről, ő vállal a sikerre nézve, ő vállal a garanciát. A legnehezebb helyeken is, ahol úgy gondoljuk, hogy nem lehet, nem működik, ott is megnyílik az ajtó. Javaslom gyülekezet számára, és köszönöm szépen annak, aki elküldte egy linket. Pávél Gólya, amerikai lelkész. Amerika egyik különleges városában kap lelkészi meghívást. Egy olyan gyülekezet, ahol 70 éven keresztül évente két személy kereszteltek. Egy iszonyatosan gazdag város. Amúgy el ne felejtsem, tehát a link a YouTube-on így keresett utána, Pávél Gólya, én Maus 7. És minden nagyobb vállalatnak székhelye volt az illető kisvárosban. Tehát képzeljük el, hogy egy gazdag, hihetetlen gazdag közösség. Ráadásul rengeteg baptista, több ezer tagot számláló pünkösdi gyülekezet. A testvérek elmondták azt, hogy itt nem lehet missziózni. 70 éve próbáljuk. Hazaküldte a bizottságot. Azt mondta a bizottságnak, menjetek haza, ma nem tartunk bizottságülést, mindenki haza. Hát akkor minek hívtál össze? Azért, hogy küldjelek haza. Menjetek haza és imádkozzatok. De mikor találkozunk? Mikor imádkoztatok? Nehogy azt mondjátok, hogy akartok jönni bizottságra, mert ha akartok jönni, elmondom nektek, hogy még nem imádkoztatok a gyülekezet előtt, és az egész gyülekezet tudni fogja, hogy egy olyan bizottság vagytok, amelyik nem imádkozik. Akkor gyertek vissza, amikor imádkoztatok. Mikor majd megmutatja nektek is az Úr azt, amit nekem megmutatott, hogy mi a teendőnk, akkor majd gyertek vissza. Rövidre fogom, Amerikában egyetlen gyülekezetben sem keresztelnek annyit, mint ebben a gyülekezetben kereszteltek évente 30-assával, minden szombaton. Keresség, prédikáció. Keresség, prédikáció. Minden szombaton. Ha ott egy olyan városban, ahol abszolút, a titkot akarjuk tudni, hogy hogyan csinálták, nézzünk utána, nem árulok el most mindent. Ha ott működik, akkor hiszem azt, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy nékem adatot minden hatalom menjen is földön, akkor nincs az a hely, ahol az Isten evangéliuma előtt ne nyílna kapu. Mindenki kapja ezt a megbízatást. A szomszédi körben, a baráti körben, az ismerősök körében, mindenki. Ma is kapsz megbízatást. Minden egyes alkalommal. Ha bejön valaki a gyülekezetben, kaptál egy megbízatást. Ahogy elmondta Kelemen Ilonka, hogy a héten beszélgettünk, hogy milyen szeretettel vették őt körül az emberek, amikor bejött ebbe a gyülekezetbe. Elmondott, hát nagy része már nincsen életben, ugye? Géza bácsiék, meg Filip testvérek és mások, hogy azt érezte, hogy bejött ebbe a gyülekezetben is, és tudta, hogy jó helyen van. Tudta, hogy jó helyen van. Drága testvéreim, Jézus a következőt mondta, illetve Jézusról. Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága.
Tehát nem a prédikáció volt az emberek világossága. Ugye? Hanem az élet. Szavakkal nem lehet Jézusról sokat mondani. Szavakban nem lehet Jézust elmondani, hogy milyen. Jézus jobb, mint a mi szavaink. Ő benne volt, Jézusban volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. Jézus élete világította meg az embereket. Most ma is így van ez. Amikor a Jézus szeretetét tovább tudom árasztani, amikor a Jézus szeretete az életemet elárassza, akkor az élet az emberek világossága, az én életem az emberek világossága. Mit adjak tovább az embereknek? Lehet azt mondom, hogy nem tudok tanítani. Pál apostol is mondja, ne legyünk sokan tanítók, hiszen nem jó ez így. De valamit mindenki tud tanítani. És pedig mit? Hát azt tudom, hogy Jézus engem hogy szabadított meg. Tudom, hogy mit kaptam ma Jézustól. Tudom, hogy milyen szeretetet adott Jézus ma nekem. Csak ezt gondoljam végig, hogy mit kaptam Jézustól, és ezt adjam tovább. És akkor az életemmel világítom meg a küldetést, amit Jézus adott. Nékem adatot minden hatalom menjen is földön. Az utolsó gondolat, most kénytelen vagyok megállni itt, mert az idő az elrohant. Annyit megemlítenék, hogy megkeresztelvén őket az Atya, Fia, Szentlélek nevében, egész röviden. Vannak, akik megtámadták ezt a kifejezést, azt mondják, hogy ez az eredeti szövegekben nincsen benne, figyelem. Tehát vannak, akik azt mondják, Szent Háromság tagadók, hogy az eredeti szövegben nincs benne ez az Atya, Fia, Szentlélek nevében, ez nem igaz. A szövegkritikai jegyzetek nem jelzik azt, hogy ez ne volna valamelyikbe benne. Tehát a szövegkritikai jegyzetek becsületesen jegyzik, hogyha valamelyik szöveg nem jelenik meg mindenhol, erről nem jelzik azt, hogy ne jelenne meg. Tehát benne van az eredeti szövegben, Jézus így küldte el őket, Atya, Fiú, Szentlélek nevében. És ti veletek vagyok minden napon. Ha. Ne felejtsük el, hogy Jézusnak egyetlen ígérete sem feltétel nélküli. Jézus ígéretei feltételhez vannak kötve. És azt mondja, hogy ti veletek vagyok, a gyülekezettel vagyok minden nap. Ha, mi a feltétele? Azzal kezdtük, hogy Jézus velünk van, egy olyan Krisztus mutat be az evangélium, amelyik el sem ment, velünk van. Velünk van, ti veletek vagyok minden napon, ha. Elmenvén. Tehát itt egy folyamatot fejez ki, ami közben elmegyünk, Jézus velünk van. Sokszor a gyülekezetek viszálykodnak, veszekednek, nem tudom az egyik vagy másik testvért kibírni, meg tudom is, én problémám van vele, nem tudok mit kezdeni. Persze, hogy nincs vele Jézus. Mert Jézus nem azt mondta, hogy otthon üljön, és egy gyülekezetnek nem ez a rendeltetése, hogy otthon üljön, hanem mi? Elmenvén. És ha elmész, akkor veled vagyok. Amikor elindulsz a szolgálatban mások irányába, akkor ígéri Jézus, hogy veled vagyok. És ha nem, akkor nem. Ha elmész a másik emberhez, elviszed azt, amit kaptál Istenhez, akkor az Isten veled van. És csodálatos módon megtapasztalod ezt. Segítsen a mindenható jó Isten, hogy, amint említettük, ne egy lezárása legyen ez az evangelizációnak, hanem ellenkezőleg egy nyitánya, egy nyitása. Ebben a tudatban, hogy Jézus ma, miután bennünket fellelkesített, küld újból minden egyes emberhez. Szomszédhoz, beteghez, egy gyengéhez, akinek szüksége van arra, amit te tudsz, és ami neked van. És ha így megyünk, akkor Jézus ígéretet ad, hogy veletek vagyok minden napon a világnak végezetéig. Tapasztaljuk meg a Jóisten kegyelméből ezt. A mi örömünkre, a menny örömére. Amen. Amen.
Isten tiszteletünk befejezésére énekelni fogjuk énekeskönyvünk 337-es számú éneket. Őrálló szólj! Thank you.
Mindenható Atyánk, Fiad az Úr Jézus áldott nevében, köszönjük, hogy trónusod elé jöhetünk. Köszönjük irgalmadat, Urunk, bűnbocsánató kegyelmedet, hogy ez alkalommal újból kész vagy népedet magadhoz fogadni, és megszentelni mindazt, aki teljes odaadással jön a te színed elé. Urunk Istenünk, itt szeretnénk előtted állni, arra kérünk, hogy fogadjál el bennünket. Köszönjük ezt a hitvallásszerű éneket, amelyben hangot adtunk, Urunk, válaszként a te igédre, hogy köszönjük, Urunk, mindazt, amit adtál nekünk, mindazt a jót, amellyel felemeltél, és köszönjük, hogy ebből annyit adtál, hogy adhatunk tovább másoknak is. Segíts mindenható, Urunk, hogy valóban az a szeretet, amelyet Krisztustól kaptunk, az a felkaroló szeretet, amellyel annyiszor felkarolt, felemelt, tovább segített. Segíts, Urunk, hogy valóban azt tovább tudjuk adni. Szavak formájában, gesztusok formájában, mindenképpen a Krisztus szeretetével. Hálát mondunk mindenható, Urunk, az elmúlt evangelizációs sorozatért. Most arra kérünk, hogy áld meg azokat a vendégeket, akik megjelentek, akik szerették hallgatni a te ígéret. Vezess tovább őket, Urunk, az örökkévalóságnak az útján, a döntések pillanatai felé, hogy minél többen, úgy, ahogy a korai gyülekezet csaporodott, és ezáltal hatékonyabbá váltak a te ügyedre nézve, mi is minél többen terjeszessük a te szeretetedet. Köszönjük Istenünk, hogy meghallgatsz. Kérünk, légy a kolozsi evangelizációs sorozattal is. És légy velünk, mint gyülekezet, hogy sok-sok formában a te szolgálatodat teljesítsük. Égi áldásod nyugodjon meg rajtunk, válaszolj titkos imádságainkra is, és fogadd el köszönetünket a mai alkalomért is. Amen. Népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Amen. Foglaljunk helyet csak egy perc erejéig. Az idő előre haladt, egy kicsit jobban, mint szokott, de azért egy perc türelmet kérnék. A Háló Sándornak a bő és újon kiadott Dániel és könyvének magyarázatát mindenki figyelmébe szeretném ajánlni. Az ára annyi, hogy szinte a papírt sem lehet abból megvásárolni, és át lehet venni, van belőle bőven. A szombatiskolára egy nagyon jó segédanyag, amúgy is Dániel és jelenések könyvének a